Az előző évekhez hasonlóan a megkérdezett magyarországi vezérigazgatók jelentős része a működési hatékonyság javításával kívánja vállalata növekedését biztosítani. 78%-uk egyetért abban, hogy a következő 3 évben jóval többet költ majd digitális transformációra. Közel ennyi vezérigazgató pedig költséghatékonysági kezdeményezésekbe tervez investálni a jövőben. 10-ből 6 vállalatvezető tervez innovációs vagy kutatásfejlesztési befektetést. Továbbá ugyanennyien jobban fókuszálnának a kiberbiztonságra és az adatvédelemre is. A megkérdezettek 56%-a pedig növelné ráfordításait a vezetőfejlesztés terén. A vezérigazgatók 51%-a tervez vállalata céljain is változtatni a COVID-19 okozta válság hatására. Akik változtatnak, döntően cégük jövőállóvá tételét, fenntarthatóságát jelölik meg célként, és még erősebben akarnak visszatérni az új normalitásba. További információt a magyarországi vállalatvezetők terveiről honlapunkon talál.